Csernik. Csernik elé kerül a labda, és hiába talál a hálóba a soroksári játékos. Német Ádám érvényteleníti a találatot. A hétvégén történtek mély nyomot hagytak a soroksári szurkolókban. Csernik gólját a játékvezető szabálytalannak látta. Megkérdeztük a csapattársakat, mi történt az esetnél. Abban a szögben, ahol én ültem, én nem láttam semmit, mert ugye Fröcsi hátam volt, de ugye egyből jött a telefon a visszajátszás után, hogy hát ez gól volt. Hát ez én úgy gondolom, hogy ez óriási műhiba. Szerintem mindenféleképpen 3 pontot érdemeltünk volna, még ha az első fél időben nem is játszottunk túl jól, de ugye a második fél idő az magáért beszélt, rúgtunk 2 gólt, egyik szabályos volt, szerintem mindenféleképpen 3 pontot érdemeltünk volna. Ez egy nagyon szép győzelem lett volna, de elvették tőlünk sajnos. Beszélgettünk, a meccs után is bejött, elmondta, hogy nem írt kézzel a labdába, most előttünk nem volt, amit tagadjon, nem volt, amiért hazudjon, elmondta őszintén, hogy tényleg nem írt kézzel a labdába. A térdéről pattant a Kornél elé, aki ugye szabályosan tartózkodott, nem volt lesen. Berúgta, a bírók így döntöttek, sajnos nekünk ezen elment 2 pontunk, de hát reméljük, hogy a jövőben, közeljövőben nem lesznek már ilyen hibák, és akkor győzni tudunk. Mai főszereplőink csereként kaptak lehetőséget a találkozón. Albert Ádám 15, János Norbert 4 percet kapott. Albert jelenleg helyzete az érdekesebb, hiszen a szezon elején még kirobbantatlannak tűnt a kezdőből. Hát ez nagyon egyszerű, nagyon sok jó játékos van a keretben, ezért más, mint Fegléden. Úgyhogy meg kell harcolni a helyét. Egyelőre most úgy gondolja a stáb, hogy nálam vannak jobban teljesítő játékosok, de hát dolgozok azért, hogy visszakerüljek. Kaptam egy lehetőséget, most mindegy, hogy mennyire cseréltek be. Sajnos nem tudtam bele nagyon sok mindent kezdeni, mert labdába se értem, de nem ez számít. A lényeg, hogy számítottak rám az edzők, becseréltek ennyi időre is. Amikor váltam, akkor pozitívumokat mondtak, hogy bennem van a gól, meg el tudom dönteni. Sajnos ez nem így alakult. Fölösleges megsértődni, mert nyilván mindenki saját magáit csinálja, és én is ugyanígy csinálom, tudom, hogy mit kell másképp csinálom, mit kell jobban, miben kell fejlődni, és ezen vagyok. Mindenképpen örülök a konkurenciának, főleg annak örülök, hogy ilyen játékosok érkeztek, a Kundinak nagyon örülök, persze a Kornélnak is, de hát a Kundrák nekem a Fradiba is nagyon jó barátom volt, úgyhogy örülök, hogy itt van, jól el vagyunk edzéseken, érezzük egymást, még annó a Fradiba is, remélem, hogy majd a közeljövőben a pályán is ezt tudjuk majd kamatoztatni. Jobban odafigyelek én is most már arra, amiket kérnek, meg amit az idősebb játékosoktól is kapunk tanácsokat, úgyhogy szerintem meg fogom kapni én is a lehetőséget, majd élni kell vele. Az a lehetőség lehet, hogy már vasárnap eljön mind a két játékosunknak, akik az ellen a Dorog ellen készülnek, amely csapat ellen augusztusban nyertek, és mindketten egy-egy gólpaszt adtak Gyepes Gábornak. Egy szabad rúgásból a Gyepesnek, ha jól emlékszem, jól sikerült az a mérkőzés, jól ment, pont egy fiatal jobb hátvéd volt az én szélemen, úgyhogy jól sikerült az a mérkőzés, gólpaszt is adtam, jó meccs volt, én pozitívan emlékszek rá. Gyepi első gólja után váratlanul kiegyenlített az addig, jobbára csak a védekezéssel törődő Dorogi együttes. Egyáltalán nem volt benne a levegőben az, hogy kiegyenlítsenek, de szerencsére egy rosszul elvégzett szöglet után Gyepes betalált, és nyertünk 2-1. Mert a szögletet én adtam be azért. Ott sikerült a labdát szépen eltörni, de általában rossz szögletből születik gól, úgyhogy ez így alakult. Ellenfelünk eddig 3 ponttal szerzett kevesebbet, mint mi, és 2 helyen van mögöttünk. 6 pontos rangadónak hívják az ilyen meccset. Mindenképpen nehezebb lesz, ugye most a Dorog 2 meccset kikapott, biztos, hogy most nyerni akarnak ők is idegenben, ugye minden meccs sokkal nehezebb, de szerintem verhető csapat is, hogy szerintem nyerni is fogunk. Nyilván itt a taktikán múlik az, hogy mondjuk játszott egy Nyíregyháza valaki játszós csapat. Most lehet, hogy elmész Dorogra, nekik más a taktikájuk, lehet, hogy inkább védekezésből indulnak, tehát inkább azon a mérkőzésen például egy kicsit arról volt szó, hogy ívelgették előre, és elő lesz, ami lesz. És ugye nekünk, mint játszós csapatnak, egy labdavesztésnél ugye kontrából jöhetnek, egy kicsit veszélyesebb a dolog, igen. Nehéz ellenfél, harcosak, nagyon harcosak. Ők ugye mindig tőlük kaptuk a videóanyagot, őket elemeztük ki, az ő meccseiket, mert ők adták nekünk az ellenfeleket. Egy harcos csapat, jó játékosokból állnak, de szerintem egy verhető csapat, a mi keretünk szerintem az övékénél jobb.
hogyha koncentrálni fogunk és betartjuk azokat az utasításokat, amit az edzők fognak nekünk adni a hét folyamán, akkor szerintem megnyerhető ez a mérkőzés. Nekünk a saját játékunkat kell játszani. Csak itt ugye probléma az, hogy a pálya minősége milyen lesz. Nyilván mi egy játszós csapat vagyunk, egyenileg technikás játékosok, akik szeretnek futballozni, szeretnek passzolni. De hogyha egy olyan pályára kerülsz, ahol nehéz, ahol dadog, ahol felpattan, ott teljesen más. Ott lehet, hogy ugye az ő taktikájuk jobban ki fog jönni. Úgyhogy nyilván az, hogy mindenkinek a földön kell maradni, és csinálni kell saját feladatát. Én minden héten oda teszem magam az edzéseken, próbálok bekerülni a csapatba. Ezt az edzők fogják eldönteni, hogy ki játszik és mennyit. Amennyit kapok, annyira körülök, azt próbálom kihasználni, aztán majd meglátjuk, hogy kapok-e többet vagy kevesebbet. Én úgy gondolom, hogy olyan játékosok vannak a keretben, hogy 4-5 játékoson kívül bárki játszhat bárki helyett azért. Ez ilyen szempontból jó. Albert Ádám eddig 2 gólos a bajnokságban, és hogy mennyire motivált, hogy ez a szám változzon? Hát nagyon. Én mindenképp meg szeretném mutatni azt, hogy miért igazoltak ide. Tehát bennem van egy ilyen dolog, hogy ugye jól sikerült a felkészülésem, és ugye ahogy jött a bajnokság, úgy nem jöttek ki a dolgok. Megvan az oka, tudom, hogy mi, és mindenképp szeretnék bizonyítani, hogy igenis számíthatnak rám. Egy küzdős meccsre számítok, főleg ott idegenben. A pálya se gondolom, hogy azért a legjobb lesz. Egy küzdős meccsre számítok, amiből ugye mi fogunk kijönni győztesen. Hát mindenképp egy olyan meccsre számítok, hogy győzelemmel térünk haza, és egy jó futballal. Nyilván a dolog valószínű, hogy egy ilyen védekezésre fog berendezkedődni, úgyhogy kicsit nehezebb lesz, de remélem, hogy nyerünk. A találkozóról az online tudósításunk vasárnap délután 3 órakor kezdődik.